Menekült az, akinek el kell hagynia a hazáját, mert üldözik. Az illegális bevándorló pedig az, aki az európai jólétben bízva jön be az országba. Hívta fel a különbségre a figyelmet Lázár János miniszter a helyi rádió műsorában. Majd hozzátette, Csongrád megye ebből a szempontból az egyik legveszélyeztetettebb, hiszen 6 hónap alatt 76 ezeren lépték át illegálisan a zöld határt. Ezért van szükség az embercsempész útvonalak felszámolására és a kerítés megépítésére. A régi táborok megteltek, többek között a közeli Nagyfán is újat kell építeni. A bevándorlók eltartásához pedig anyagi segítséget nem kapott az állam, ezért az Európai Unió törvény módosítására vár. Az országos témák között az is elhangzott, hogy a kormány a legalacsonyabb fizetésű közszolgálati dolgozók 50%-os béremelését kezdeményezi jövő nyártól. További átalakításokra lehet számítani az adórendszerben is. 2016-ban ugyanis csökken a személyi jövedelemadó, a sertéshús áfája, és a kormány bevezette a családi csődvédelmet is. Ennek értelmében 5 éven keresztül állami támogatással újra kezdődik az érintettek hiteltörlesztése, és így nem válnak otthontalanná. A miniszterhez azért fordultak sokan segítségért, mert az ingyenes óvodai étkeztetésről bővebb tájékoztatást vártak. Lázár János elmondta, szeptembertől azoknak a gyerekeknek lesz térítésmentes az étkezés, akiknek családjában az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 90 ezer forintot. Majd az is kiderült, hogy egy újabb állami támogatásnak köszönhetően ingyenes lesz a székutasi csatornázás. A vízi közmű társulás számlájára eddig befizetett összeget az országgyűlési képviselő szerint célszerű lenne az utak helyreállítására fordítani, de a döntés a lakók kezében van.